A mai videóban fölélesztjük Kispolszkit, ugyanis ez az autó 20 évet töltött ebben a pajtában. Ez az autó 99-ben volt utoljára a forgalomban, hello, úgyhogy most 20 év után először kikerül a fényre. Úgy összképére egész jól az autó. Kiveszem a gyertyákat, egy csóhajsprével megküldjük a henger belsejét, aztan átmozgatom. Teszünk bele egy akkumulátort, és megnézzük, hogy egyrészt gyújtasz-e, másrészt meg, hogy egyetlen csinál-e valamit. Na, lássuk, történik-e valami. Ah, van gyújtás. Semmi. Na, akkusorú buzergálás után. Hajt ez. Megpuszoltam a megszakítót, most megnézzük. Végre van gyújtás. Öntök bele egy kis benzint, meglátjuk, mi történik. Ez nem veszi fel az üzemanyagot. A karbia tiszta, de még így is a benzin hiány jeleit mutatja, ahogy láttátok. Na most a tuti! Most a jó! Most, hogy ez így az életjeleket mutatja, meg kéne nézni, megyen-e. Kuplung van. Jaj, Istenem! Kinyit az ajtó. Amikor hirtelen jól érzed magad, de rájössz, hogy nincs fék. Ups. Kettes. Négyes, meg van minden sebesség. Zsír. Lassítunk. Hát ez kurva jó. Ez valami kegyetlen jó.